Köszöntöm a kedves nézőket, Horváth Kármen vagyok. Műsorunk célja, hogy bemutassuk az aktuális salgótarjáni programokat, legyen az kulturális, sport vagy szabadidős esemény. A József Attila Művelődési Központ üvegcsarnokában Nők kékben címmel nyílt fotókiállítás az Autisták Országos Szövetségének szervezésében. A rendezvény az Országos Ragyog Kékben programsorozat részeként valósult meg Salgótarjánban is. A Zöld Út Természetjárók Egyesülete bejáró és edzőtúrát hirdet július 2-án az őszi Lássuk a Medvét teljesítmény túra nyomvonalán. A túra Ipolytarnócról indul, a táv 35 km. Találkozó a Salgótarjáni távolsági buszpályaudvaron a 7 óra 45 perckor Ipolytarnócra induló busznál. Az Egyesület július 3-án is túrázni hívja Önöket. A Szent Margit túra 8,5 kilométeres távot foglal magába. Az érdeklődőket szeretettel várja Józsa Gábor túravezető 9 órakor a távolsági buszpályaudvarról induló Karancsberényi busznál. A Geocsodák Háza Geoparki Látogatóközpont közleménye, hogy az intézmény július 6-án vasárnap áramszünet miatt zárva tart. Egyéb esetben 2 vasárnapig 9 és 17 óra között sok szeretettel várják a látogatókat. A házban különböző geológiai képződményekkel ismerkedhetnek meg, illetve betekintést nyerhetnek Zente Ferenc életébe is, az ott kialakított emlékszobának köszönhetően. A Geocsodák házában kerékpárkölcsönzés is lehetséges, így két keréken fedezhetik fel Salgóbányát és gyönyörű környezetét. Csobbanjanak a salgótarjáni strandfürdőben. Kultúrált környezetben gyermekpancsolóval és fűtött medencével várják a strandolókat minden nap 10-től 19 óráig. Délelőttönként 9-től 10 óráig az úszás szerelmesei vehetik birtokba a medencét. Belépéskor vegyék igénybe a kedvezményes családi, illetve csoportos jegyeket is. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Idén nyáron is több helyszínen érdekes és nem utolsó sorban hasznos nyári táborokat szervez. A József Attila Művelődési Központ napközis táborában a kultúra, az alkotás és a mozgás kapják a főszerepet. A Tarjáni Gyermektábor szabadidős tábort kínál, ahol a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg természeti értékeinkkel. A sport iránt érdeklődő lurkok sem fognak unatkozni, ha részt vesznek a foci vagy az úszótábor programjain. A táborokról, időpontokról részletesen tájékozódhatnak a Tarjáni műsorfüzetben és a Közművelődési Nonprofit Kft. Honlapján a www.stkult.info weboldalon. Az Apollo moziban csütörtöktől a Tini Ninja Teknőcök folytatását és a Tarzan legendája című filmeket láthatják a heti premier részeként. Tarzan bőrébe Alexander Skarsgård bújik, aki a történet szerint egy évtizede már a viktoriánus Anglia átlagos polgára. Éppen amikor már minden jó akarója azt hinné, hogy a benne lapuló vadember végleg eltűnt, megtudja, hogy egykori otthonában, Kongóban gonosz dolgok zajlanak. Minden eszközt bevet, hogy megállítsa a fehér ember terjeszkedését, de így saját maga is visszaváltozik azzá, akinek született és aki titokban mindig is volt. Ahogy a ruha lefoszlik róla, ismét ő lesz a dzsungel ura, a vadon szövetségese, a legyőzhetetlen Tarzan. Michelangelo, Donatello, Raffaello és Leonardo visszatérnek a Tini Ninja Teknőcök folytatásában, hogy egy még nagyobb és még áldázabb gonosztevővel vegyék fel a harcot. Mi történik? Van egy robot szamuráj, két mutáns, meg még az az akármi. Tudod, mit kell tennünk? Miért? Teszünk valamit? Nyomassuk! Most már soha, Miki! Hogy hívják? Casey Jones. Nem vagyunk kaja! Mi megmártjuk az embereket a nyakik szószban. Csak vicceltem. Tini Ninja Teknőcök a mozikban. A József Attila Művelődési Központ jegypénztárában még lehetőség van megvásárolni a Zente Ferenc, a Székfoglaló Premier, a Családi és a Komlósi Erzsébet bérleteket. A régi bérlet megújítására június 30-áig csütörtökig van lehetőség. Az intézmény jegypénztára július 1-től 31-ig zárva tart. A programokról bővebb információkat találnak a plakátokon, az stkult.info weboldalon és a Tarjáni műsorfüzetben.
töltsék kellemesen ezt a hetet is, jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánok!